Ársapka. A tojást és a burgonyát a jelenleginél olcsóbban lehet majd megvásárolni. Véderdő. Elindult a telepítés. Először a vértesi kúriánál alakítanak ki egy erdőrészt. Névadók. A DVSC legendáiról nevezik el a nagyerdei stadion lelátóinak szektorait. Köszöntöm Önöket! November 9-e szerda van, kezdődik a napszemle, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Újabb alapvető élelmiszerek esetében vezetnek be ársapkát. A tojást és a burgonyát hamarosan a jelenleginél olcsóbban árulják majd az üzletekben és bevásárlóközpontokban. Ezt Gulyás Gergely miniszter jelentette be a mai kormányinfón. Az intézkedés célja az infláció csökkentése. Az élelmiszerek ára kiugróan emelkedett októberben. 40%-kal nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest, de például a tojás esetében csaknem 88%-os volt az áremelkedés. A kormány a drágulás visszafogása érdekében úgy döntött, hogy a tojás és a burgonya esetében a lehető leghamarabb hatósági ársapkát vezet be. Ez jó hír a vevőknek, de vannak, akik többféle dráguló élelmiszer árstopjára számítottak. Kevés. Több kell. Több termékkel, például a sajt. A tojás és a burgonya árát a szeptember 30-ai árakon maximalizálják az üzletekben és a bevásárlóközpontokban, ami a kormány várakozásai szerint némileg mérsékli az inflációt. Ez a tojásnál 25%-kal, a burgonyánál pedig 10%-kal fogja az árat csökkenteni, és ez összességében 0,1-0,2%-kal csökkentheti az inflációt. Február 1-e óta többféle alapvető élelmiszer is ástoppos. A kristálycukor, a búzaliszta, a napraforgó étolaj, a sertéscomba, csirkemellfilé és farhát, valamint a 2,8%-os zsírtartalmú tej is ársapkás termék. Emellett az üzemanyagok is hatósági árasak a lakosság számára. Debrecen ipari termelés tekintetében 2030-ra erősebb lesz, mint Budapest és Pest megye együtt. Ezt Pap László polgármester mondta egy joghallgatóknak tartott mai előadáson. A városvezető szerint fontos, hogy a Debrecen 2030 stratégia ne legyen egysíkú, így kiemelt figyelmet fordítanak a következő években a közlekedésre, az oktatásra és a lakhatásra is. És kik azok, akik megyén kívüliek? Rendhagyó órája volt ma az állam és jogtudományi kar diákjainak. A polgármester Debrecen városfejlesztési elképzeléseiről tartott előadást. Pap László azt mondta, a megye székely gazdasági növekedésének köszönhetően 2030-ra várhatóan a magyar ipari termelés legnagyobb hányada Hajdú-Bihar megyében lesz. 2020-ban ez az arány 2,8% volt, de ez az évtized végére 16,3% lehet. Debrecen, és itt most csak ipari termelés, meg gazdasági, tehát az összgazdaság vonatkozásában azért nem ez a helyzet, itt most ipari termelésről beszélek, fajsúlyosabb lesz, mint Győr és térsége, ami hagyományosan gazdaságilag fejlettebb régiója volt, mindig Magyarországnak, mint Kelet-Magyarország, és erősebb lesz a térségünk, mint Budapest és Pest megye együttvéve. A polgármester a Debrecen 2030 program kapcsán hangsúlyozta, hogy a városstratégia nem lehet egyoldalú. A gazdaságfejlesztés mellett a közlekedésben, a fenntarthatóságban, a kultúrában és az oktatásban is szükség van fejlesztésre. Ebben a szolgáltató szektornak is kiemelkedő szerepe van, ami jó lehetőséget jelent a jogászok számára is. A településfejlesztés része a közigazgatási jognak, mint hogy a közigazgatási jog részre az egész jogászképzésnek, és a hallgatók azt is láthatják, hogy az életben mennyire fontos a közigazgatási jog, és ez az előadás mindenkit érint, az egész várost, és nagyon fontos, hogy ennek a jogi oktatásban is helye legyen. Az állam és jogtudományi karon 2600-an tanulnak, az előadáson a harmadévesek vettek részt. Sokkal érthetőbbé tett számunkra azt, amit mi lexikálisan megkapunk az egyetem során, illetve szerintem nagyon sok hallgatónak ez egy motiváció is, hogy kemény erőfeszítéssel jól elvégezze az egyetemet, és a különböző szektorokban elhelyezkedjen jogi szakterületen. A városvezető arról is beszélt, hogy a következő évek fontos feladata lesz a fiatalok számára megfizethető lakhatás biztosítása. A víziközművek helyzetéről rendeztek ma konferenciát Debrecenben.
Az ágazat nehéz helyzetben van a növekvő energiaárak és a munkaerőhiány miatt. Abban egyetértettek a szakemberek, hogy a víziközművek helyzetének stabilizálása közös feladata a kormánynak, az önkormányzatoknak és a vállalatoknak. Csak nem 20 000-en dolgoznak hazánkban a víziközműveknél. A Magyar Víziközmű Szövetségnek 38 vállalata tagja. A vízszolgáltatások díjait az utóbbi években nem emelték, így az ágazat nehéz helyzetben van. A munkaerőhiány mellett a korszerűsítésekre is kevés forrás jutott, így egyre gyakrabban jelentkeznek műszaki hibák. Nyakunkon a jövő évi energiabeszerzéseknek az időszaka, amely nem kecsegtet azzal, hogy a 2020-ban vagy 2021-ben megszokott áramárak visszajönnek, és én azt prognosztizálom, hogy nagyon sok vízműnél a fizetőképesség fenntartása akár hónapokon belül már nagyon komoly gondot fog okozni. A Magyar Víziközmű Szövetség gazdasági és jogi vezetői kétnapos konferenciát tartanak Debrecenben. A rendezvényen a cégvezetők megosztják egymással tapasztalataikat és értékelik a víziközművek integrációját is. Debrecen nem csak saját magáról gondoskodik víziközmű szolgáltatás vonatkozásáról, hanem a megye több mint 40 települése tartozik a szolgáltatási területünkhöz. Pap László polgármester azt mondta, hogy Debrecen esetében stratégiai kérdés volt, hogy a debreceni vízmű a város kezében maradjon, ugyanakkor az ágazat problémáira közösen kell megoldást találni. Ez egészen biztos, hogy az elmúlt éveket értékeljük, akkor van közös tennivaló kormányzatnak, önkormányzatoknak és a szolgáltatóknak a víziközmű szolgáltatások stabilitása, stabilizációs folyamata tekintetében. A városvezető a Debrecen 2030 programról előadást is tartott, amiben kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztési folyamatoknál stratégiai jelentőségű a vízfelhasználás kérdése. Elindult a véderdő telepítés Debrecenben. Elsőként a Vértesi kúriánál alakítanak ki egy több mint 28 000 négyzetméteres területen pormegkötést segítő erdőrészt. A városban 4 véderdő lesz, amelyek együttesen 16 000 gépjármű klímára gyakorolt hatását ellensúlyozzák majd, javítva a levegő minőségét. Közösségi faültetéssel kezdték el a város első véderdőjének kialakítását a Vértesi kúriánál. Most 100 csemetét ültettek el a több mint 28 000 négyzetméteres területen, de a város körül kijelölt 4 véderdő területén összesen 725 ilyen fát ültetnek majd el, és 20 000 kisebb facsemetét. Mindenre főként a járművek légszennyezése miatt van szükség Debrecenben. Nyilvánvalóan érzékeljük a város régiójából, az agglomerációból érkező forgalom növekedését is, és hát emellett a gazdaságfejlesztési folyamatok szintén jelentős kihívást jelentenek számunkra, ezért a fenntartható folyamatok alapjainak letétele, megteremtése, ez különös jelentőséggel bír napjainkban. A Life IP Hungary program keretében most elindult véderdősítés széleskörű összefogásnak köszönhető. A zöldügyek szakembereinek és elkötelezett híveinek más hasonló terveik is vannak a debreceni környezetvédelem terén. A következő lépés az lehet, hogy azokat a mezővédő erdősávokat, amik régen Debrecen körül voltak, azokat megpróbáljuk visszaállítani, úgyhogy most ez a munka folyik, hogy ezeket keressük meg régi fotók alapján, ortofotók alapján, feltérképezzük, hogy ezek régen hol voltak, és a Magyar Állammal közösen próbáljuk meg ezeket visszaállítani. A város körüli 4 véderdő már az első 10 évben 16 000 gépjármű klímára gyakorolt hatását ellensúlyozza majd. 95 tonna port és 76 tonna széndioxidot tud megkötni, ezzel jelentősen javítva a debreceni levegő minőségét. A debreceni törvényszék közigazgatási ügyekkel foglalkozó szárnya a Debreceni Járásbíróság Arany János utcai épületébe költözik decembertől. A debreceni törvényszék arról tájékoztatott, hogy takarékossági okok miatt költözik a közigazgatási kollégium a Perényi utcáról az Arany János utcára. A bíróság a közigazgatási ügyekben kitűzött tárgyalásokat átmenetileg a Debreceni Járásbíróság épületében tartja. A tárgyalások módosított helyéről és időpontjáról értesítik a peres feleket. Az ügykezelő iroda ügyfélfogadási ideje és minden elérhetősége változatlan. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából elismeréseket adtak át ma Debrecenben. A Dabszékházban tartott ünnepségen az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjakat is kiosztották.
A díj nyertesei között ott van a debreceni IDM Systems ZRT is. Idén először adták át a Debreceni Akadémiai Bizottság tehetséggondozásért érmét. A középiskolás tanárok számára alapított elismerést Muzsnai Zoltánné Murai Enikő és Uherkovics Zoltán kapta meg. Az alkalmon tudomány támogatásáért érmet vehetett át Pap László polgármester, aki az indoklás szerint kiemelten fontosnak tartja a gazdaság és az oktatás együttműködését. Ugyanilyen elismerésben részesült Barta János, a Debreceni Egyetem emeritus professzora. Könnyű zenei alapképzés indul jövő szeptembertől a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán. A kortárs könnyű zene szak 8 szakirányjal várja a felvételizőket. A Közép-Kelet-Európában egyedülálló képzésen az intézmény oktatói és a hazai könnyű zenei élet ismert előadói segítik majd a hallgatókat. Wolf Kati is fellépett a kortárs könnyűzene alapképzési szak indításához kapcsolódó gálakoncerten. A szakon az énekesnő is oktat majd. Énekelni bárkit meg lehet tanítani. Én azt várom, hogy aki idejön, annak ez egy annál sokkal fontosabb terület legyen, és az ő saját önkifejezését akarja megtalálni. Ne azért jön ide, mert színpadon akar énekelni, hanem mert van mit énekelnie. Ha van mondandója, akkor onnan a többit már meg lehet tanulni. 2018. januárjában jött létre a Könnyűzenei Képzési Központ, amely tavaly óta Könnyűzenei Intézet néven működik. Időközben az oktatási hivatal nyilvántartásba vette a kortárs könnyűzene alapképzési szakot. Aki jelentkezni akar, az a zeneművészeti karon teheti meg, mert ez a képzés a zeneművészeti kar képzése, viszont a Könnyűzenei Intézetben valósul, meg a Könnyűzenei Intézet oktatóival. A szakon 8 szakirány közül lehet választani. Könnyűzenei gitár, basszusgitár, billentyűs hangszerek, ütőhangszerek, ének, szaxofon, trombita és harsona szakirányon lehet majd tanulni. Ez lesz az első könnyűzenei alapképzés Magyarországon, de Európában is nagy jelentőségű, hiszen komolyabb múltja csak Angliában van. A debreceni lakosság és a környékbeli lakosság az nem csak a jövedelméből, az iparfejlesztésből, hanem a lelkének az öröméből is él, ez is az élet alapja. És most ennél az állomásnál tartunk. Én azt gondolom, hogy ez volt a legnehezebb lépés. György László innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár elmondta. Arra törekszenek a felsőoktatásban és az innováció területén, hogy magyar ötletekből magyar vállalkozók magyarokkal állítsanak elő hozzáadott értéket és teremtsék meg a jövő munkahelyeit. Ezt le lehet fordítani a zenére is. Magyar zeneszerzők, magyar szövegírók, és magyar zenészek, magyar vállalkozások körül épülő produkciós irodák hódítsák meg a világot. A 6 fél éves képzés jövő szeptemberben indul. A feltétel középszintű érettségi. A jelentkezőknek hangszeres gyakorlati alkalmassági vizsgán kell megfelelniük. Legendákról neveznek el szektorokat a Nagyerdei stadionban. A névadók között korábbi sikeredző, vezérszurkoló és játékos szerepel. Arra kérte a DVSC drukkereit, hogy voksoljanak, kikről nevezzenek el szektort a stadionban. A felhívásra több mint 500 szavazat érkezett. A szurkolók többsége az állelátó esetében a súlyos betegségben elhunyt edzőt, Garamvölgyi Lajost, a bélelátónál a tragikus balesetben elvesztett vezérszurkolót, Komáromi Gábort szeretné névadónak. A célelátó kapcsán a Loki legendás játékosára, a csapat jelenlegi pályaedzőjére, Dombi Tiborra érkezett a legtöbb szavazat. A DVSC az ünnepélyes névadót a jövő év első hazai mérkőzésén rendezi meg. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!